Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönöm. Következő kísérletünkben DNS-t fogunk kimutatni élő szövetből, ehhez pedig banánt használunk fel. Én már előzőleg a banánt dörzsmozsákba tettem, és összedörzsöltem, ezt lehet itt látni. Tehát itt található a banánpép. A dörzsölés segítségével roncsoltuk a sejtfalakat, a sejthártyát és tulajdonképpen a sejteket. Következő lépésben egy főző pohárba teszünk sampon, majd pedig egy kis konyhasót, ezután pedig hozzáöntünk egy pici desztillált vizet. Szépen lassan elkeverjük ezt az oldatot. Próbáljuk meg úgy, hogy ne nagyon habosodjon fel. Ezt követően néhány kanálnyi banánpépet lapátolunk hozzá. És ezután 10-15 percig szépen lassan kevergetjük ezt az elegyet. Ha ezzel készen vagyunk, és 10-15 percig ténylegesen kevergetjük ezt, szűrőpapír tölcsér segítségével leszűrjük, és utána én ezt már előre elkészítettem, utána pedig szükségünk lesz tömény 96%-os etilalkoholra. Tehát az etilalkoholból pipettázunk ehhez a samponos, sós, banános, vizes oldathoz. És ezt követően picit összerázzuk és várunk, mert hogy ennek a feltárásnak a következtében a DNS, a banán DNS-e tulajdonképpen összetapad és szálas formában láthatóvá válik számunkra. Picit várnunk kell. Jó, tehát egy kis idő elteltével nagyon szépen lehet látni azt, hogy a DNS, az összetapadt DNS-ek láthatóvá válnak az oldat felszínén, és hogyha minden igaz, akár egy hurka pálcára fel lehet őket tekerni. Ezt is meg tudjuk nézni. Tehát itt látható feltárt DNS se a banánnak. Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!